A koronavírus járvány ellenére szigorú korlátozások mellett megkezdődött a síszezon. Szombaton a magas-tátrai sípályák egy része is megnyitott. A szállodák rendhagyó üzemben működnek, mától a síközpontokban és a szálláshelyeken is kötelező lesz a 72 órásnál nem régebbi negatív vírusteszt eredmény felmutatása. Síbotra rögzített kolompal nyitotta meg az idei szezont a Csorbató síközpont igazgatója. A Magas-Tátrában elsőként ezeken a pályákon lehet síklani. Mi rendszeresen járunk ide síelni. Idén egy kicsit szomorúbb a hangulat, korlátozott üzemben működik a síközpont, de minden előírást betartunk. Van szemüvegünk, szájmaszkunk vagy arcvédőnk. Igyekszünk azt élvezni, amit lehet, mondja ez a síelő. A távolságtartást biztosító koridorokat már kihelyezték, a szájmaszk és a kesztyű használata kötelező. A vendéglátó helyeken ételt és italt csak elvitelre vásárolhatnak a turisták. A büfék fokozatosan nyitnak és közlekednek a síbuszok is. A felvonók melletti sorokban és a jegypénztárnál is fogjuk ellenőrizni a síelők vírus tesztjét. Erre nagyon oda kell majd figyelnünk, mert véletlenszerű ellenőrzések bármikor lehetnek. De itt a síközpontban tesztelni nem fogunk. Az rengeteg fennakadást okozna, ezt valamennyien tapasztaltuk az országos szűrés során, mondja a síközpont igazgatója. A szlovák kormány rendelete alapján hétfőtől csak a 72 órásnál nem régebbi COVID igazolással rendelkező egészséges síelőket engedhetik a felvonóra. A tervek szerint Tátraváros néhány napon belül több üdülőközpontban tesztelőpontokat állít fel. A Magas-Tátrában egyelőre ezt a síközpontot nyitottuk meg, három pálya üzemel. Valamennyin 40 cm-es műhóréteg van. Nagyon jók a siklási feltételek. December 17-ére tervezzük a Tátra-Lomnici síközpont megnyitását, mondja a marketing menedzser. A szállodák wellness részlegei és éttermei zárva vannak. A hotelek szigorú előírások betartása mellett üzemelhetnek. Ételt csak a szobájukban fogyaszthatnak a vendégek, és hétfőtől rájuk is vonatkozik az új rendelet, csak három napnál nem régebbi negatív vírustesztel foglalhatják el szállásukat. Jelenleg 100 vendégünk van, ez 60%-os telítettséget jelent. A hétvégék iránt nagy az érdeklődés, hétköznap természetesen jóval alacsonyabb. Nem tudjuk megsatszolni sem, hogy milyen lesz a téli szünidő, minden a kormány rendeleteitől függ, mondja a szálloda igazgatója. Szlovákia az egyetlen ország, amelyik koronavírus teszt fejében engedélyezi a síközpontok és a hotelek működését, jelentette ki Andrej Doležal, közlekedésügyi miniszter. A tárca vezető elmondása szerint napokon belül megjelenik az idegenforgalmat segítő támogatási program.